Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntelek titeket, és mindenkinek csodálatos péntek estét szeretnék kívánni. És most végre itt is vagyunk a Nancy James-es horror történetünk folytatásában. Ha minden igaz, ez már a 11. rész. Én azt hittem az előző videóra, hogy ez már a befejezés lesz, és lezárul teljesen az egész, de nagyon nem, ugyanis rengeteg fordulatot tartogatott számunkra, és teljesen összekobozta a szálakat. Én már meg sem merem tippelni, hogy vajon mi lesz ennek az egésznek a vége, ugyanis annyi csavar van ebben a sztoriban, hogy mindig csak így nézek, hogy mégis hogyan. Az összes eddigi videó egyébként ezzel a sorozattal kapcsolatban ott van lent a leírásban, egy lejátszás lista keretein belül, de én személy szerint még mindig reménykedek abban, hogy végre elkapják ezt az elmebeteg sorozatgyilkost. Na de akkor derítsük is ki, és folytassuk is. Segíts nekem! Segíts! Éppen hívlak téged. Vedd fel a telefonodat. Csak nehogy valami olyasmi legyen, hogy éppen bujkál valaki elől a lány, és azért kér segítséget, te pedig közben felhívod, és megcsörren a telefonja, és pont ezért fog lebukni, vagy valami. De hát csak van annyi ez, hogy lenémította magát. Legalábbis remélem. Segíts nekem! De miért? Vedd fel! De miért ugyanazt írja mindig? Segíts nekem! Mennyire para amúgy a profilképe? Ennél közelebbről nem tudtad fotózni magadat? Mi a fene? Mennyire para lenne, hogyha még egyszer leírna ugyanazt, hogy segíts neki? És leírja! Mintha valami robottal beszélgetnél, aki csak ezt tudja írni, hogy segíts nekem. Mi a probléma? Küld egy képet egy parafáról. Nem értem most jelenleg, hogy mi történik. Lehet, hogy ilyen apró jeleket ad a barátnőjének? Hogy merre fele lehet? De ha le tudja azt írni, hogy segíts nekem, akkor miért nem tudja leírni, hogy mi a szituáció éppen? És hogy hova menjen segíteni? Mi folyik itt? Nagyon meg vagyok rémülve most. Ő pedig csak írja továbbra is, hogy segíts nekem. Hol vagy? És elküldi ugyanazt a fát. De biztos akkor, hogy ott van annál a fánál. Most van egy olyan teóriám, hogy mi van akkor, hogyha ez a segíts nekem, ilyen automatikus üzenet segéd. Tudjátok, mint amikor felhívnak titeket, és nem veszitek fel, de tudtok küldeni egy SMS-t így automatikusan, koppintásra, hogy majd visszahívlak később. Fú, lehet, hogy nagyon túl komplikálom, de érted? Lefotóz egy fát, meg ezt az automata üzenetküldési funkciót használja. Mi van akkor, hogyha a lány éppen fel van akasztva? Ha ezt most eltalálom, akkor rakok én majd lottót. És csak ugyanazt hajtogatja, hogy segíts nekem, és küld egy térképet, hogy ott van a fa, ott egy X, ott egy tó, oda van írva az utcának a neve is. De érted, hogyha valaki fel lenne akasztva, és igaz lenne mondjuk a teóriám, akkor nem tudna lefotózni egy térképet, mert az még oké, hogy mondjuk talán fuldoklás közben a szembe lévő fát le tudod fotózni, de random egy térképet nem tudsz akkor rajzolni, és nem tudod azt lefotózni. Nem értem. Miért nem írja le akkor, hogy mi történt? 11 perccel később. Itt vagyunk, Viv. Látom azt a fát. Itt vagy? Küldj valami jelet, hogyha tudsz. Tudni szeretnénk, hogy hol vagy. Bántottak? Nagyon sötét van itt. Hát 9:30-kor nem csodálom. Bent vagy a fák között valamerre? Kérlek, válaszolj. Hívlak telefonon, de nem hallom, hogy csörögne a telód. Megijesztesz. De értitek, az erdő kellős közepén vannak. Ennél barátságosabb helyet nem is találhatott volna Nancy James, márha egyáltalán ő van a háttérben,
De ez annak a sztorinak a folytatása, szóval gondolom, hogy igen, én vagyok az Carlos. Alice nem fogja fel, hogy csak játszol vele. De valaki miért szórakozna ilyennel? És miért szivatná így a barátait? Hát biztos, hogy nem csak szórakozik. 11 perccel később. Visszajöttünk a kocsihoz. Segítsetek nekem. Ki vagy te? Tudom jól, hogy Viv sosem csinálna velem ilyet. Segíts nekem. Jó rendben, most mi elmegyünk innen. Segíts nekem. De ott ne hagyjátok. Mi van, hogyha komolyan bajban van, csak ti nem találtátok meg az erdőben? Mindegy is, mi elmegyünk innen. Most már nem ugyanazt írja, mint eddig végig, hogy segítsetek, hanem megkérdezi, hogy ott hagynád a barátodat teljesen egyedül. Szóval mindvégig Nancy Jamesnél lehetett az a telefon, nem pedig a lánynak a barátnőjénél. Hát de csak meg fogják tudni menteni. Miféle barát vagy te? És megint kezdi ezt a lelki terrort. Mi a fene? Ki vagy te? Hol van a barátnőm? Van nekem egy fegyverem, amivel a kocsidra célzok, hogyha pedig beindítod a motort, akkor átlövök az ablakodon keresztül. Igen, halálosan komoly vagyok, hogyha valaki megpróbál futni, mindenkit megölök, aki a kocsiban maradt. És természetesen a barátnődet is. Miért csinálod ezt? És miért nem kaptak még el mindig? Látom, hogy sírsz a hátsó ülésen, Alice. Mindenki nyugodjon le, én pedig elmondom, hogy mit szeretnék. Add vissza Alice-nek a telefonját, vagy különben mindannyiótokat megölöm. Először is ne próbáljátok kihívni a rendőröket, különben a barátnőtök kap egy golyót a fejébe. Vannak kameráim a park körül, szóval mindent látok, hogyha esetleg megpróbálnátok sunyi módon kihívni a rendőröket. Ne trükközzetek, illetve ne játszatok játékokat velem. Megértettétek? Minden tiszta? Igen. Most pedig szeretném, hogyha választanátok közületek egy embert. Miért? Csak választhatok egyet. Mire készül? Azt kérdezik, hogy mégis miért? Akit választotok, annak ki kell szállnia a kocsiból. És mi fog történni? És erre már nem is válaszol. Nem tudunk választani. De mennyire nehéz döntés elé állítja őket? Érted? Most lehet, azt a valakit kell kiválasztaniuk, akit a halálba kell küldeniük. Mivel nincsen más választásuk, fejezd már be a beteg játékaidat, Nancy! Kapjanak már el végre! Egyetlen egy embert kell választanotok, mielőtt szétlövöm a kocsitokat. Szóval, az az ember, akit fognak választani, túléli, a többiek pedig meghalnak. Kit szeretnétek? Ki legyen az? Ki szálljon ki a kocsiból? Alice? Carlos? Vagy esetleg James? Én? Te ki? James? Nagyon jó, James. Add át Alice-nek a telefonját. Alice, te pedig mondd meg Jamesnek, hogy szálljon ki lassan a kocsiból. És nézzen
a fák felé, miután kiszállt. De csak akkor, amikor én mondtam, szóval nagyon, de nagyon lassan sétáljon. De most ott lesz, miközben megölik a barátait, és nem tud csinálni semmit. Emlékeztesd rá, hogyha futni próbálna, ő halott. Utána pedig ti is. Megvan? Igen. De csak van valami taktikájuk, és csak ki fogják cselezni. Nem csinálhatja ezt mindig, és nem nyerhet mindig ő. Egy mérföldre van a parknak a kapuja. Kettő mérföldre pedig a legközelebbi benzinkút. Hogyha megáll, hogy bekösse a cipőfűzőjét, vagy megpróbál bármilyen trükköt, mindenkit lelövök. Megértetted, Alice? Ő is megértette? Igen. Mondd neki, hogy kiszállhat a kocsiból. 6 perccel később. Most már csak ketten vagytok. Válasszatok közületek egyetlen egy embert. Válasszatok. Engem választottunk, Alice-t. Oké, Carlos. Szállj ki, te is a kocsiból. Engem választottunk? Ezek a szabályaim. Szállj ki most! Lassan. Nézz folyamatosan az út felé. Ugyanúgy csináld, mint a barátod. Megértette? Most már mehet? Lassan. Oké, kiszáll. De csak meg tudják valahogy menteni az Alice-t. Csak nem fogja szétlőni a kocsival együtt. Köszönöm, Alice. Maradj nyugodt. Hogy maradjon nyugodt ilyen szituációba? És az a legszomorúbb az egészben, hogy biztos vagyok benne, hogy ezt élvezi, hogy így szórakozik velük. Maradj nagyon nyugodt, és még fokozza. Nagyon remélem, hogy el fognak téged kapni. 5 perccel később. Miért csinálod ezt az egészet? Itt vagy? 3 perccel később. Most már csak mi vagyunk ketten, Alice. Szóval mindvégig ez az egész csupán hazugság volt, és akik kiszálltak a kocsiból, őket már megölte. Csak hogy tiszta legyen ez az egész, ők már nem fognak visszajönni azért, hogy segítsenek neked. Gondolom azért, mivel már halottak. Hazudott nekik. Ti 3-an együtt veszélyesek vagytok. El tudtatok volna futni 3 különböző irányba, és akkor mind megmenekültetek volna. Szóval ez az egész csak egy csel volt a részéről, hogy elszakítsa őket egymástól, és egyesével kapja el őket, és akkor már 2 barátját el is kapta, és meg is ölte. Mivel együtt túl erősek lettek volna ellene. De mint mondtam, már nem tudnak neked segíteni. Megölted őket? Én inkább úgy gondolom, hogy ők ölték meg saját magukat. Én csak gyorsan elvágtam a torkukat. Nem lehet ennyire szívtelen és lelketlen, de hát sajnos mégis az. És mi van Viv-vel? Ő ugye az a barátnője, aki miatt eredetileg idejöttek, és akivel ide csalogatta őket. Tudod jól, hogy hol van. És elküldi újra azt a fát. Hát de ott voltak annál a fánál, és nem látták őt. Ha csak nem. Elásta a fa közelében. Hát én ebből az elmebeteg nőből már bármit kinézek. Az a sok borzalmas tett után, amiket művelt,
ez a fa egy ösvénynél van, ahol emberek a kutyáikat szokták sétáltatni. Biztos vagyok benne, hogy reggel az egyik kutya ki fog szagolni egy kezet, ami a gyökerek között van. Annyira szomorú ez az egész. Elástad őt? Nem, az munka lenne. Csak befettem ágakkal. Szóval most, hogy ők itt hagytak téged, csak mi maradtunk ketten. Nagyon, de nagyon félelmetes érzés itt lenni egyedül. Nem de? És akkor itt zárul le ez a rész, de szerencsére van folytatása, amit majd hamarosan el fogok nektek hozni. Na de ennyi is lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már ha a YouTube is úgy akarja. A legbiztosabb az, hogyha minden nap visszajössz a csatornámra, és akkor garantáltan nem maradsz le semmiről. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is szevasztok!